Várja, mit csinálsz magát. Dolgozik a hangja. Húz rajta egyet, utána akkor ellendül egy darabig. Akkor úgy van, aki viselkedik. Elajándékoztam mindent. Azt is. Mindegy, hogy csak nem lehet fogni be. És próbálkozik visszaodni. Hát, hogy a várnó el se lehet lemenni, mert érződi a hálószalra. Vagy nem jó? Miért tudom én ott? Fel tudja már, mit messzire láttam. Azt te... Lehet, arra gondoltam, hogy azért kerítették a tőle. Nagyot rántett rajta most. Az a kirakoltaték. 100 forint, hogy van egy kenyér. De én szoktam mindig, hogy összegyűjt kenyér, felre van kimenyőt, hogy megetek csikét. Gyönyörű szépek pontok vannak benne. Van abban minden a sorgában. De törpe, rengeteg törpe van. De miért nem engedik, hogy... Hova akarod elvinni? Tudod, de a... Szegvíz telepen is van ott egy tó. Nem lehet horgászni, azt mondja egyik is, sepenyi karcsi. Azt mondta, hogy nem lehet horgászni, mit már hány éve. Nem engedik, teli van hallal. Olyanokkal azt mondja, mint az állat. Nem engedik, le van fúrva. Már van 8 éve azt mondja. Halcsátó ingyen. De azt mondja, hogy megpróbál, ez egy kanállal. Tudod, ezt akkor húzta a fő. Nem tudom most, hogy jöhetett az össze idejékkel. Gyepeseikkel, bombéikkel, tudod, a hatalkereskedés alatt, hogy csak olyan salakotok. Igen, igen. Látokkal terít egy kis puli kutya, úgy, mint utána a piacon láttam egyet a boltban. Amúgy is olyan. Hogy pont a karcsia volt ott a tetőbe. Reklámozta, hogy megyünk a csehekhez, salakotok a versenyt, nem megyek bombéikkel, azt mondja. 60 ezer forint, nem bánom. Akkor utána látta, hogy ez a piacon bomba megy, itt van egy kört sejtrát. De vitte a satyort. Ez meg utánuk érte, mint egy kis puli kutya ott sejtrát. Mikor ide küldtödött, Szabó gyerekig megverték, nem tudom én. Megaszok egyszer. Na, mindig a favágás, meg a faszom tudja mindig, mert a favágásom lesz. Igen? Ja, hát akkor még ott dolgoztál valahol. Persze. Mindig ették egymást. Igyálás. Csak mellettek.